Most a Tóth Tavét fogom idézni, de elég szellemes. Ugye, amikor azt mondja Gulyás Gergely, hogy még 30-40 mészáros lőrinc kéne, ugye a Tóth Tavénak az a párhuzama, ez olyan, mintha az orvos azt mondaná, hogy jó nagy csúnya heresérve van, ebből kéne még 30-40. Kicsit ez a helyzet, hogy azt azért én nem nagyon gondolnám, hogy sok ember gondolja ebbe az országba, hogy ha valami hiányzik nekünk, akkor az még 30-40 mészáros lőrinc lenne. Azt lehet, hogy gondolják, hogy az Orbán Viktor által kínált béke és biztonság áraként kifizetjük nekik ezt, de hogy még az is legyen az üzenet, hogy na ebből kéne több, meg az a jövő, hogy ezt építgetjük, egy konjunkturális környezetben könnyebb azt mondani. Igen. Hogyha te azt látod, amit az előbb felsoroltál, hogy te meg már nem a téli szalámit veszed, hanem a párizsit, akkor lehet, hogy egyel kevésbé vagy boldog attól a jövőképtől, hogy itt még 30 ilyet szeretnének.